Sziasztok, én Dévék, és ez nem más, mint a Mythbusters, szóval újabb mítoszoknak fogunk utána járni. Remélem lesz majd valami olyan is, amit most már mondjuk esetleg megcáfolunk, vagy olyan, amit régen nem adtak a sorozatba. Nézzük, milyen lesz a következő. Hát nem volt új, szóval valószínűleg először e-maileket kell olvasni. Igen, 6 e-mail. Egy ajánlás. Ó, ha jól értem, akkor most vezetnek rá arra, hogy meg lehetne próbálni más teszteket is végrehajtani olyanokon, amik már voltak. Experiment idea. Aha, itt is a gránátosot mondják, hogy tök jó volt, amit legelőször csináltunk, de mi lenne, hogyha mondjuk több robbanószert használnátok? Más anyagokat kipróbálni a rakétahajtóanyagnak? Még több repülés a székkel? Fantasztikus volt az epizód. Köszönöm szépen, Dennis, 2500 dollár. És good job, még 2500 dollár, kösz! Ja, tehát akkor most újat nem kaptunk, hanem a régieken tudunk csiszolni. Na nézzük. Legyen mondjuk a ballonos, és ha jól látom, akkor bizonyám 350 pontot kell majd összeszednünk, és ez azt jelenti, hogy valószínűleg több kör lesz, és azokon kell majd átmenni. Talán hát így nehezebb is lesz manőverezni. Aha, és opcionális feladat, hogy 600 pontunk legyen, szóval minimum 6 kör lesz, és ne menj magasabbra, mint 60 méter. Oké. Viszont ez nekünk itt van a múltkori setup, ez nem megfelelő ehhez? Tehát, hogy lehet, hogy több lufi kéne, vagy valami, azt például tudunk hozzáadni, meg plusz ballasztokat, de hogy így próbáljuk már meg. Így, no gun. Aha, az mondjuk kell. Aha, most már működik a dolog. Oké. Atya úristen. Hát figyelj, próba szerencse. Igazából a ballaszt az még fönn van, az nem is baj. De talán hogy fogok lentebb menni, majd utána újra föntebb? Micsoda? Ja, most ki kell lőnünk. Hát... ó, hát kettőt nem kellett volna a francba. Ja, várjátok, akkor most még fönn van a ballaszt. Kilövök egy lufit, igen, elkezdünk lefele menni, és utána a ballasztot dobom le. Szóval ez is megvan, ballaszt most le. Nagyon jó. Oké. És akkor megint emelkedünk, amúgy ez így lehetségesnek tűnik. És akkor most jön az utolsó, akkor most igen, jó, most nagyon elkezdtem megzuhanni. És remélem, hogy nem mentem 60 méter fölé, de így nem nagyon figyeltem. Jaj, ne! Komolyan, pedig 650 pont, jó. Még egyszer, most jó lesz, most jó lesz, most nagyon jó lesz, úristen, de jó! Amúgy nem 800 pont, de 750, készen vagyunk, minden megvan, ugye? Ja, minden pipa, és hát annyira az epic kártyákat nem kaptam, de figyelj, nem rossz, majd még mondjuk kapok. Megtartjuk ezt, megtartjuk. Kész van egy újabb rész. Egy tök jó kis részlet belőle, és írták is, hogy várják belőle a harmadik epizódot is. És tényleg van olyan. Ez már időre és több pontra megy. Hát figyelj. Why not? Majd ezeket még helyre bonyolultabbá tenni. Jaj, nem szeretem. Ó, az optional most csak annyi, hogy ne lőjek ki több mint 10 zufit, és ne dobjak le 3-nél több izét, súlyt. Hát, oké. Okay. Elvágzik túl lehéznek, és a pálya se. Mondjuk azok csak az optional feladatok, azt hiszem ez most időre is megy. Ajaj. És be megint túlment, mert akkor mi az a feladat, várja? 400 pont és 2 perc. Hát mondjuk ez az annyira nem vészes. Hát ez nem lett egy tökéletes kör, de figyelj, minden pipa szó az a lényeg. Ez is jó részlet, kapjuk a rajongói üzeneteket, mint az állat, viszont olyat nem láttam, hogy ebből várják mondjuk a negyedik részt. De mindjárt meglátjuk, hogy van-e. Nincs. Tehát akkor szerintem ez eléggé adja is magát, mindenből 3 verzió van. Oké, akkor a lufissal meg vagyunk. És új még mindig nincsen, szóval szerintem nézzük a rakétát, hogy ott mit kell. Ha jól látom, akkor másik anyag. Vagy jugubi cukor, vagy valami. Á, nem, itt csak az optionalok mások. 200 km per órát kell elérni, és 500 méteres magasságot. Hát ez... a kilométer per óra pont nincs meg, ugye? Á, dehogy nincs meg. Easy. Hey, miért nem fogadta el? Most írja, hogy hit the target. Akkor csak valamire van az a zöld cucc. És pont elmegy mellette. De jó. Hát de hogy kéne ezt forgatni? Ó, nyílra kell kattintani. Értem. Ha, akkor bepozícionáljuk. Még túl sokat nem kell rajta. Szerintem így jó lesz. Na. Oj, 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 oj.
kicsikét föld körüli pályára, hát pedig alig mozgattam a szögön. Hát ez fura. Szerintem nem lett meg a magasság. Mennyi lett a magasság? 450 méter, ups. Na most belemegy! Yes! És el is tűnt, szóval nekem csak jónak kell lennie, és szép, magasra is megy, megvan az 500 méter. Azaz, minden pipa! A rakétásból nem kaptuk meg még a harmadikat, viszont a lövősből abból megvan ugye a második. Á, két fegyver, kettő zselatin kocka, és úgy kell őket elirányítani a kettőhöz, hogy ne is zavarják egymást, meg mind a kettő el legyen találva. Szerintem enni fog. Van már asszisztensem, akit feloldottam, tehát például a Twisted Pipe-ot ő megcsinálja nekem 166 dollárért, amiben benne van minden anyagár, mert hogy ő megveszi őket, és hát azért egy kicsikét rá is számol saját munkadíjnak, de instant kész is van, és ez mindig azt csinálja, amit én legutoljára csináltam, tehát a rakétánál is volt ilyen, tehát ugyanezt a rakétát megcsinálná nekem, mennyiért is? 6000-7000 dollárért lényegében, hát ja, meg akár Bustert is azt raknál 1600-ért, szóval eléggé jó gyorsítás. És mivel 110 000 van, szerintem belefér. Ugye itt van a régi fegyverünk, itt van az új fegyverünk, a régi zselatin és az új zselatin. Hát, ez ehhez van közelebb, az meg ahhoz. Végül is annyira nem para. Á, és itt is van az első összeakadás, ennek erre kéne mennie. Aha, és nem, ezt nem ahhoz kellett vezetni, hanem a vele szembe lévőhöz, mert itt most ugye az volt a lényeg, hogy minél kevesebb kanyart használj, nem pedig az, hogy a közelebbihez hozd, és így érdekes módon kevesebb kanyart kellett használni, ugye egy-kettő mínuszba volt a dolog, szóval igazából mehet, és tűz! Nézzük meg, hogy milyen lett. Telibe! És telibe! Nagyon jó, mindenhol a pipa. 4500 fan. Csak ezzel? Hú, arra egy jó szorzó. Az adni fogja. Kettes szorzó 4500 plusz és 6000 plusz. Ha ez még gyűjtünk valami szorzós kártyát, akkor az nagyon fincsi lesz, szóval ezeket egyelőre fel se használom. Á, a gránátos küldinél az egyiknél kettő bábút kell megmenteni, a másiknál pedig hármat. Igazából talán ez így nagyjából benne is volt a tutoriában, amit az első részben csináltunk. Talán nem ilyen formán. És az elsőnél lopsodöldek, hogy 3 és 4-et mentsünk meg, szóval... Hú, lesz ott egy pár. Kész a dinamit rúd is. Aztán valahogy így volt múltkor is, vödör a gránáton, hordó a dinamiton, és... Így vannak a coverök. Fire in a hole. Nice! Mindenki egybe maradt. Minden pipa. Mehettük vágni. És akkor itt van a harmadik, ahol elvileg C4-et is kell használnunk majd. És ott készül a C4, na ez nem fog kicsit szólni, az biztos. Na igen, ez konkrétan kír idáig. Túl az egészen. Aha. Arra mehet a vashordó, és egyből mennyivel kisebb lett a hatótávja. Egy csébe se diffúzódik, kérdés, csak rádobd egy vashordót. Ha rosszul játszok ezt a játékot. Az érdekes, hogy ő itt mindenképpen kapja, de hát ettől jobbat nem tudok rárakni. És akkor jött az ötlet, hogy esetleg lehet azt csinálni, hogy ezt leveszem. Rárakom először a vödröt, és a vödörre a hordót. Vödör, hordó. Á, igen, és... Hát, ez elég határeset. Szerintem az úgy még nem lesz jó. Hát mondjuk amúgy lehet, hogy de. Az pont jó lesz. Jó, figyelj, megnézzük, és akkor erre marad egy ilyen kosár. Hát amúgy az is egész jó. De nézzük meg először mindenféle segédeszköz nélkül. Eresszük ki a CD-gy elejét. Fire in the hole! De valaki még így is túlélte. A fém az jó bírja. Asztrolt, ekkora átszól. Na és akkor most elvileg mindenki túléli. Nem már. Ő ott egyedül szétesett. Vagy nem csak egyedül? De, csak ő egyedül, mindenki más túlélte. Hát de pont a legszéle, hát ez hogy? És az a baj, hogy ott nincsen slot, hogy lerakjam a falat. Mert én raknék ide belőle, de hát ha egyszerűen nem lehet. Nincs itt még valahol egy vödör? Szerintem a vödörre nem éppen így kellene kinéznie. Az baj. Mondjuk végül is a funkcióját elvégzi, szóval nagy baj nincsen vele. Én resisztem, raktam balra-jobbra a dolgokat, meg minden, és... És most jó. Úgyhogy nincs ott a fehér vödör, tehát hogy nem tudom, kiesett az egyik gyutacsa a C4-ből, vagy valami, nem tudom, de figyelj, akkor ha ő azt mondja, hogy jó lesz, akkor jó lesz, robbantás. És bizony, ez nagyon úgy néz ki, hogy
hogy jó is lett, minden áll, és minden alatt pipa, és hármas szorzó. Megvagyunk. Ebből sok fan lesz. Ja, és nem férnek be, mert 5 perccel túllépik a műsoridőt, pedig 126 ezer fennel lenne több. Atya úristen. Se baj, így is 108 ezerrel lesz több. Szerintem egy egészen nézett epizód lett ez. És jönnek a rajongói e-mailek, de nem láttam, hogy oldódott volna fel új. Hát nem bizony. Lehet, hogy több fenn kellene. Ez mégis pörög fölfelé, szóval lesz itt. De akkor, ha jól értem, kimehetek megint a rakétámhoz, megint kilőhetem, és akkor abban megint egy epizód lehet, szóval lehet így farmolni. És nem, mert nem aktív a blueprint. Hát akkor hogyan tovább? Ó, ezen a táblán vannak az újjak. Te hülye vagyok. A rakéta autó. Jó, bocsánat. Régóta az előző rész. Amúgy nem. Vajon egy autó rakétákkal tud repülni? Vajon elemelkedik a földtől? Mekkora rámpa kell ehhez? Milyen gyorsan megy? Na, ezt kell nekünk kideríteni. 100 km per órával kell elugratnunk a rámpáról. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Na, mit is kell ez csinálnunk? Most egy autót is kell építenem? Szerintem az autó az adott, csak a izét kell megépítenem hozzá, a rakétákat, viszont abból egy jó pár kell majd szerintem. Először is kell egy control box, amivel hát szerintem a rakétákat tudjuk majd bekapcsolni. Ó, illetve egy távirányító, mert az egész autót távirányítóssá kell tennünk. Á, igen, a jó öreg. Hát ez is volt ugye a sorozatban. Szívtak is vele rendesen, nem egyszerű egy rendes autót távirányítós autóvá alakítani. Aha, és itt van, hogy lehet összeépíteni. Bele kell ülteni Bustert, control boxot belerakni, akkor valószínűleg a control box alakítja át arra, hogy távirányítós autó legyen. Oldalra két rakéta, jobb oldalra két rakéta, felülre négy rakéta. Nem, hátulra négy rakéta, felülre három rakéta. Úristen. Aha, és itt van a rámpa is. Az meg egy farámpa lesz. Oké, ha kibírja, reméljük kibírja. Azt is össze kell szépen rakosgatni. Minden szépen sorjába jöhet először a control box. Rendesen össze kell rakni a belsejét is, azért vannak itten gombok össze-vissza, de akkor ez a vevő. Ami mondjuk nem tudom, minek van egy gomb, de na mindegy. Buster tudja, mit jobogatni, hogyha szeretne. Nice. Ez is szépen le is van zárva. Oké. Jött a kontroller. Ide menő kis kontroller lesz ez. Teljesen egyedi. Videó ilyen kis switchek, meg ilyenek. Mert rá a KD-s antenna. És már csak pár csavar. Ilyennel kéne végigvinnie valakinek a Dark Souls-t. Az lenne a kihívás. Mondjuk amúgy kinézem belőlük, hogy már valaki megcsinálta. Jöhetnek a rakéták. Hát most lehetne itt számolgatni, hogy mi az a minimális, amivel ezt el lehetne érni, meg ilyenek. De minek? Csapjuk rá az összeset, a maximumot, amennyit csak lehet. És itt is lehet három hosszú, szóval természetesen legyen három hosszú. Ez igazából ugyanaz, mint a rakéta, ami felfelé repült, arra építettük. Mert amúgy lehet, hát más, ez kár rakit. Ez meg sima rakit, szóval erre valószínűleg ugye vezérség például nem kell, meg csúcs se, de azok kívül nagyon hasonló. Meg kell rá csúcs, de ez a teljesen lapos, szóval, ja. Mondjuk ennyi erőben már hegyes is lehetne. Aerodinamikai szempontból végül is jobb, nem sokkal, de jobb. Legyen akkor a hegyes. És igazából ugyanolyan töltet kell bele. Lehet csinálni kakából. Fúj. És az hol van itt kirakva az asztalon, kérem? Vagy nekem kell előállítani? Hát egyelőre én nem nagyon látom, szóval. Hát még nem feltétlenül sajnálom. De mindegy, hát erőre igazából nagyjából ugyanolyanok. Szóval legyen ez mondjuk gumimaciból. Why not? Akkor mondjuk kell egy pár. A két oldalára akarok 2-2 X-eset, hogy valami az elején, hogy beindítsa a folyamatot, utána pedig az összes többi a jó kis középen lyukas. Milyen jól néz ki ez a rúd. Gumicukor igazából. Betöltve, és akkor emellé kellene még egy. Hey, mellé még nem tudok rakni? Csak fölé. És oda meg már akkor megy a következő szint. Aha. Szerintem nagyon sok egy rakéta lesz. Szerintem utána csapathatjuk majd az asszisztensünkkel. Az nem rossz. Akkor e fölé már mehet a lyukas közepű. És akkor a legtetére begyújtó szerkezet, és így. Erre nem lehet csak ezt a lapos tetőt rakni. Egy kis duct tape.
És igazából megvagyunk. Kész az első rakétánk, még pár csavar. TK item. Nagyon király. És akkor ebből kell nekünk még egy. Akkor jobbra egy, balra egy. Azt már akkor megcsináltatjuk $1500-ért. Szerintem amúgy tök. Tök reális ár. És ott is van. És akkor ez a kettő, aminek a vége X-es. És akkor kell csinálni ezután olyanokat, amik csak mindegyik középen lyukas, szóval újra meg kell csinálnom, hogy utána azt csinálja az emberünk is. De ezeket most kiveszem, és felrakom már most a kocsira, hogy ne keverjem össze. Ó, kettő teleportunk van, a startja a pályának, és a vége a pályának. Hát nyilván akkor a starthoz megyünk, ott építjük meg a kis autót, jó kis felszálló pálya, azt a mindenit. És aztán így látni is fogom normálisan, vagy csak... Hát nem tudom. Mondjuk, ha majd a végéről indítjuk. Aha. Úgy ez jó lesz. Select vehicle. Blue vagy red. Piros autók mindig gyorsabbak. Ennyire egyszerű. És itt is van. Szóval erre az oldalra. Egy kettő rakétás. Úristen. Ehhez egy csomó profilt kell hozni. Hogy eleve megépítsem a tartó szerkezetet. Meg ugye Buster-t is összerakni. De azt majd összerakja a munkásunk. Ide kell az a box. Nagyon jó. Ott a vevőegység. Csak az oldalsóhoz kell 40-20, ami a másik oldalra együtt 80-40, hátulra oda is 40-20, és még fölülre is 40-20, 45-22, csak a pontosság kedvéért. Hát akkor hozok egy párat. Na, az egyik oldalra legalább fixen elég lett, de szerintem a másik oldalra is. Igen, fenn vannak a vázak. Jöhet a kettő raketta. Az egyiket mondjuk ide, a másikat pedig pont ugyanoda, csak a másik oldalra. És akkor ez majd így szépen középen elkezd az elején így finoman tolni, de úgy azért határozottan, utána meg majd rákapcsolódik igazából mindenki más. Megépítem a vázakat. És megvan az összes vas szerkezet. Az meg lesz rakva. Hát az egész hátulja így belesz vágva konkrétan középen. Statikailag, hát végül is. Jó van az, bírja. Hát már most ráment egy pár kiló pluszba, de szerintem bírni fogja. És kész is van a mind a három lyukas kialakítás. Innentől kezdve ebből kell még csinálni. Hát, jó sokat. Egészen pontosan 9-et, amit nagyjából egy $15,000 bánt, és egyébként, ha kérdezzétek, hogy miért így raktam be őket, ezeket így kell szállítani, jó? Bízzatok bennem. Te veszed, mit az írtó vagyok. És az utolsó, becsúsztatva a helyére. Ez elég beteg. Jesszus Mária. Figyelj, szerintem gyors lesz. Elég gyors lesz. Bustert még lekraftoljuk. És utána igazából mehet a buli. Ja, meg még kell az ugrató is, tényleg. Buster, foglalj helyet, kérlek, mondanám, hogy övezd be magadat, de igazából szerintem mindegy, én megyek rámpát építeni neked. Aha, ez itt a cél. Innen fogjuk majd indítani, ide kell a kontroller. Itt van, kirakjuk, és ide kell a rámpa, nem, oda kell a rámpa, és oda kell belesni abba a körbe. Hát, azon lehet, hogy egy picit túl fog repülni. Van egy olyan érzésem. Meglátjuk végül is, ki tudja. Lehet nem fog annyira gyorsan menni. Hűha. Hát ezt aztán... Ó, jó kis darabokból kell összerakni. Ja, hogy ez most így ennyi? Ekkora lesz az ugrató? Még azért lefestjük egy szép nagy piros nyilat rá. Úgy. Á, és... Ezzel lehet meghosszabbítani, hogy Car Ramp Part 2, és akkor most már ezt is lehet építeni, de várjál. Olyan hosszút csináltok, amilyet csak akarok. Hát ugye a lényeg, hogy 20 méter repüljön, és 6 méter magasra. Végül is figyelj. Azt mondom, hogy szerintem már ezzel picivel meg lenne. De hát miért építsük kicsit, hogyha építetek nagyot is. De igazából úgy is csinálhatjuk, hogy először megnézzük ezzel a kettessel, utána meg majd 4-essel és mondjuk 6-ossal. Szóval elméletileg minden adott ahhoz, hogy kipróbáljuk az első kísérletben. Ready to launch, ball shift, és kell kormányoznom vagy valami? Nem tudom, minden esetre shift! Halló? Nem engedtem ki a kéziféket, vagy... Jézus!
What? Ez nem néz ki jól. Restart. De várj, akkor simán gáztadok. Aha. Igen, és most a rakétákat. És most kezd el nagyon tolni. Ojojojojoj, nekem kell kormányozni. Jojojojojojoj. Jó, hogy nem oda a flexifalhoz. Shit. Menni fog ez. Most. Nagyon jól kell beidőzíteni, hogy pont kitartson odáig. A legnagyobb tolás, hát ezt nem hiszem el. Aztán ez is lehet, hogy később kellene aktiválni, akkor mondjuk most. Mert az a baj, hogy egy idő után konkrétan irányíthatatlan dolog. Fuck. És go. Stop. Oda ki volt írva, hogy stop. Hát nem, nekem az biztos, mert ott van végre az első ugratás. Hú-hú. Mi volt ezzel? Jump speed 195, 139 méterre ugrottunk, és 8 méter magasra. Az végül is amúgy mindennek pipa. Teljesen oké, és a körbek, hát nem, de ön érdekelt minket. Hát nem volt életünk ugratása, maradjunk annyiba, de legalább már egy ugratás volt. Jó, figyelj, ezt befejezem. 10 000 dollárért, de megripérelek mindent. És ezt a részt adjuk le, utána meg úgy is lesz még rész, és akkor építjük tovább a stuntot. Ez még így nem nagyon repült. Kicsit túl erős, egész erős epizód lett, 34 ezer új rajongó, és még kijön belőle még egy rész. Mondjuk ezt inkább skill pointokra húztam, ez annyira nem lett durva. És itt a második felvonás, miután elemelkedsz a rámpáról, próbálj a kijelölt ériába beérkezni. Ajajajajaj, azzal ez baj. És az opcionális feladatok, hogy minimum 3 részes legyen az ugratód, illetve hogy pontosan a közepébe ugrassunk a célnak. Hú, jó van. Fé, ha elég sokszor próbálkozunk, akkor sikerülni fog. Hát akkor itt van a 4 részes rámpa. 6 részes azért az eléggé szép méretű lesz már majd. És hát mivel minimum 3 részes kell, így teljesen jók vagyunk. Indíthatjuk a kísérletet. Hát nem tudom, hogy pontosan hol nyomjam el neki a rakétát. Nagyon a végén kell, mert szinte alapból elugratnánk odáig, ameddig kell. Mondjuk most. És hát lehet, hogy bár ez is sok igazából. Amúgy, ahol leérkezett, az lehet, hogy pont ott volt. Nézzük csak. Nem pont ott, de basszus, nagyon közel volt. Opa, ezt véletlenül lenyomtam a legelején. Akkor mi történik? Mondjuk hát már nagyjából látok. Igen, ez. Csak egyszer tudnám megfogni végig az autót. Annyira jó lenne. Joystickkel is lehet. Lehet, hogy egyszerűbb ezeket a kis kilengéseit megfogni. Az a baj, emeli a seggét. Hát fokkal jobb. Hát szerintem ez lehetetlen onnan megfogni, komolyan, mert már annyira megemeli a seggét, mert csak azért belecsapódik a földbe. De mondjuk innentől... Pff, jó, most próbáljuk beletalálni. Jó! Az ott lesz! Az ott lesz, yes, bullseye, meg vagyunk. Hát kellett egy pár try, hogy meglegyen, de meglett, és hát eléggé véletlen műve is lett, de nem baj, nem baj. Jó rész lesz belőle. Azért már értem, hogy miért izgult annyira Grant, azt hiszem Grantnek hívták, mielőtt még a kezébe fogta a joystickot, és neki kellett általában ezeket a távirányítós autókat irányítani. Pláne, amikor nem működött a távirányító. Rengeteg rajongói e-mail, és egy újabb felvonás rakétautónak, ami arról fog szólni, hogy repüljek egy minél nagyobbat? Oké, okay. Megpróbálom, mert eddig még nem ment a legjobban. 9 méter magasság és 140 méter távolság. Oké, okay, szerintem menni fog. Pláne akkor, hogyha 6-os hosszúságú rámpáról fogunk elugratni. Na, essünk neki. Megpróbálom minél előbb elszúrni neki. Mondjuk innen szerintem reális lenne. Aztán meg majd vigyel meglátjuk. Jó, ez még jó is lehet. Végül is, amúgy megvan, nem? Ja, mindegyik meglett. De megy ez ettől jobban is. Jó, hát
És nem feltétlenül nevezhető jónak, de ugyanúgy megvolt mindenre a pipa. 238 km/órás ugratási tempó, 178 méter távolság és 9 méter magasság, viszont az a baj, hogy ugye előre bukik, fölül túl sok van. Ezt itt befejezem, mert egyébként jó lett az epizód. Journey End, Achievement Unlocked, what? Ötszörös rajongói szorzó és kétszeres pénzszorzó rajta. Hát azt így rajongóban most kihasználjuk. Plusz 92 000, nice! Pénz vált 11 000, de not bad. Meg amúgy van olyan, hogy popularity bónusz, 16 000-et kapunk bónuszként, csak azért, mert ilyen sok a izénk. Ja, vannak benne mínuszosok, akkor azért lehet 11 000, jó, már meglepődtem. Így akkor már majdnem túllépjük majd a 300 000-et is rajongóba, hogyha eljut majd odaig a számládó, persze. Oh, all challenges completed, bravo! Megmutattad, hogy minden challenge-et meg tudsz csinálni. Igazán megérdemled a mítoszírtó kinevezést. Ja, hogy ennyi a game. Oké, és akkor innentől kezdve így mi? A-credits, igen. Ez a kredit? Ah, megjött. Oké, zsír. Gondolom, akkor innentől kezdve mindegyik újra játszható, vagy valami? Leveszek a tetejéről 2-t, és így lennék rá kíváncsi. Ó, oh, de nem aktív a blueprint, nem á. De hagyj nyomassam már még egyszer. Ó, oh, nem tudom, ez most miért indult el, de nagyon örülök neki. Na, akkor most úgy, hogy fölül nincsen 2 rakéta. Próbáljuk meg ugyanúgy innen elszúrni. Hát, ha most nem emeli fel annyira a seggét, akkor nem lesz annyira irányíthatatlan. Nagyon jó! Nagyon jó! Annyira mégse! Még mindig túl sok fölül. És az elejétől, így, hogy már fölül egy sincs, már lehet, hogy végig stabil lesz, és tök egyenesen fog menni. Egyelőre így van. Mennyi? Ó, úristen, 300-zal megyünk! Hát, nem nagyon ugratott. Akkor egy kicsit később nyomom oda neki. Csak fölfele menjen, csak fölfele. Kellene valami szárny rá, basszus. Sokkal jobb lenne. Ejj, jó! Majdnem kirepültünk. Sőt, hát ettől messzebbre nem tudsz ugratni. Megvan a vége. Még a csimentet is kaptam érte. 315 méter és 15 méter magasság. 315 km/órával ugrattunk. Na ezt nevezem. Na ezt nevezem, enélkül semmiképpen nem hagytam volna itt a játékot. Viszont hát tényleg nagyon rövid volt a játék. Amúgy jó pofa volt egyébként, meg amíg tartott, addig jól működött. Csak van egy ilyen érzésem, hogy egy nagyon jó alapja volt a játéknak, amire lehetne nagyon sok mindent építkezni, új mítoszokat, amik talán lesznek is majd a jövőben. Viszont tényleg ebből sokkal többet ki lehetett volna hozni. Eleve az, hogy új mítoszok legyenek. Jó, biztos nehéz új mítoszt kitalálni 14 évad után, de hát azért csak vannak, mert a mítoszírtásnak az egyik legnagyobb lényege veszett ki, hogy vajon meg lehet csinálni, vagy nem. Tehát itt mindegyiket beigazoltuk, és aki látta régen a sorozatot, azt tudta is, hogy be lesznek igazolva, mert hát emlékszel rá, és ott már beigazolták. Na mindegy, remélem, hogy nektek tetszett ez a kis midi sorozat lényegében. Én jól elszórakoztam vele, én szerettem. Hogyha tetszett, srácok, akkor mindenképpen nyomjatok a videóra egy lájkot, és amíg nem tettétek volna, meg iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok csapatba. Na, sziasztok!